kiegészítő jegyzőkönyve ír elő, és amely mai napig egyébként nem lépett Magyarországon hatályba, és emiatt az ombudsmani ajánlás és intés ellenére a jelenleg a magyar fogvatartási viszonyok lényegében harmadik világ szintjén vannak. Az előzetes letartóztatás intézményének a végrehajtása és a fogvatartás területén súlyos hiányosságok jellemzik Magyarországot. Végül, de nem utolsó sorban figyelembe ajánlom önöknek, hogy az állami jogvédelemnek egy másik területén is fontos jogalkotási lépéseket kellene és lehetne megtenni, ez pedig a Kárpát-medencei magyarság jogvédelme. Én nagyon kérem, hogy miután most sarkalatos törvényekkel próbáljuk a jogvédelem intézményét megalapozni Magyarországon, ezen egyébként nem támogatható javaslat mellett mielőbb legyenek partnerek abban, a Jobbik által már régóta javasolt Kárpát-medencei magyar jogsegélyszolgálat rendszere, állami rendszere jöjjön létre, hogy az elszakított területen élő magyar testvéreink számára egy intézményes, határozott jogvédelmet adhasson a magyar állam, többek között a Székelyföld autonómiájának kivívása érdekében is. Kérem ezt támogatásokat, ezt a javaslatot azonban ebben a formában így emiatt nem tudjuk támogatni. Köszönöm. A következő felszólaló Jávor Benedek, az LMP képviselője. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Az 1-es és 2-es ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni. Az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat általános vitájában már többször kifejtettük azokat az érveket, amelyek amellett szólnak, hogy az ombudsmani rendszer az elmúlt másfél évtizedben jól működő, és szlogeneken kívül tényleges érvekkel meg nem cáfoltan jól működő intézményei rendszerét tartsuk fönn a jövőben, és azok a szakági ombudsmanok, amelyek többek között a jövő nemzedékek más intézmények által nem védett érdekeinek a képviseletét látják el, ez a ombudsmani hivatal maradjon fönn, és legyen képes a továbbiakban is a jövő nemzedékeknek és a fenntarthatóságnak az érdekét képviselni. Több erre vonatkozó módosító indítványt beadtunk, amelyeket sajnos a kormánytöbbség leszavazott. Nem csak a mi módosító javaslatainkat, egyébként kormánypárti vonatják módosító javaslatait. Nagy Andor és Lukács Tamás képviselőtársaink is beadtak olyan módosító javaslatot, amely a helyettesi poszt jogköreinek a megerősítését célozta, annak érdekében, hogy ezek a helyettesként működő ombudsmanok képesek legyenek hatékonyan ellátni a kisebbségek és a jövő nemzedékek érdekképviseletét. Azok az érvek, amelyek elhangzottak az általános vitában, a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre vonatkozóan szemmel láthatólag nem hatották meg a kormány oldalt. Úgyhogy én most az utolsó előtti pillanatban szeretnék egy másik érvrendszert amellé odarakni, hogy miért van szükség és miért kívánatos a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa intézményének a működését a tervezetnél sokkal szélesebb jogkörökkel megtartani. A kormány a kormányalakítás óta legalábbis szlogenekben kiemelt célként beszél a korrupció elleni fellépésről, és ez természetesen az elmúlt 8 év korrupciós viszonyaival szembeni fellépésben eléggé szorgalmas lépésekkel is társul. Ugyanakkor nem látjuk ugyanezt az elkötelezettséget azzal kapcsolatban, hogy egy olyan szabályozási és intézményrendszer jöjjön létre, amely a jövőben megakadályozza a korrupciós eseményeknek a bekövetkeztét, amely a mostani Fidesz kormány és valamennyi jövőbeli kormány számára megteremt azokat a korlátokat, amelyek megakadályozzák, hogy a társadalomra nézve káros korrupciós ügyek végbe mehessenek. A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa egy olyan intézmény volt, amely igen hatékonyan lépett föl többek között a korrupció ellen is. Én azt gondolom, hogy rendszer szinten sokkal hatékonyabban, mint némely nagy lendülettel létrehozott országgyűlési vizsgálóbizottságok és albizottságok. 2009 áprilisában a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa volt az, amelyik az erzsébetvárosi ingatlanmutyikkal kapcsolatban leghangsúlyosabban megszólalt, és rávilágított azokra a korrupciós viszonyokra, amelyek a kulturális örökség pusztulása mellett elfogadhatatlaná tették mindazt, ami a belső erzsébetvárosban történt. 2009 nyarán a sukorói telekcsere ügylet és a sukorói King City kaszinóvárosnak az ügye
volt egy következő lépés, ahol komoly szerepe volt a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának, és nem az általános biztos járt el ezekben az ügyekben, akinek egyébként szintén lehetősége lett volna ezekben az ügyekben fellépni, hanem a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa vállalta föl azt a feladatot, hogy a korrupciós ügyekkel szemben fellépjen. És a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa volt az, aki a Pátyi Golfalú ügyében a leghangosabban fölemelte a szavát, és megszólalt annak érdekében, hogy mindenféle gyanús hátterű videóton szurkoló ingatlan befektetők ne létesíthessenek egy igen környezetre, társadalomra és a települések káros beruházást Páty és Telki települések határán. Azt gondoljuk, hogyha a kormány komolyan gondolja a korrupció elleni fellépést, amit egyébként a háttérzajból tapasztalhatóan nem vesz komolyan, akkor szükséges, hogy ezeket az intézményeket ne felszámolja, hanem megerősítse annak érdekében, hogy hiteles legyen az a korrupció elleni fellépés, amely nem hiteles, ha csak visszamenőleg próbálnak fellépni mások korrupciógyanús ügyei ellen, és közben tágra nyitják a kapukat saját maguk számára a saját korrupciós ügyeik létrehozása, végrehajtása, megteremtése ügyében. Én azt kérem, hogyha komolyan veszik a korrupció elleni fellépést, akkor az 1-es és 2-es ajánlási ponton benyújtott módosító indítványokat, amelyek a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának a helyettesként megfelelő jogosítványokkal való továbbműködését lehetővé teszik, ezeket a módosító, zárószavazás előtti módosító indítványokat a saját hitelességük érdekében kérem támogassák. Köszönöm a szót. A következő felszóló Bödecsba Anna, a Jobbik képviselője. Jelzem tehát, hogy még mindig a vita első szakaszánál, a 3-tól 14-ig pontig tartunk. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is az országgyűlési biztosok hatásköréhez kívánok hozzászólni a vita ebben a szakaszában. Itt, mint azt képviselőtársaim előttem elmondták, a legnagyobb probléma a nemzetiségek, illetőleg a Jövő Nemzedékek helyettes országgyűlési biztosának hatókörével van. Mint azt önök az alaptörvényben is elfogadták, létrehozzák a helyettes biztosi intézményt, a Jobbiknak alapvetően nem azzal van gondja, hogy egy biztosi szervezetet kívánnak létrehozni, és ilyen értelemben egységessé, áttekinthetőbbé kívánják tenni a rendszert, hanem azt kifogásoljuk, hogy a Jövő Nemzedék a Országgyűlési Biztosának, illetőleg a Nemzeti Kisebbségek Országgyűlési Biztosának hatókörét vonják el, és minden hatókört az egyetlen ombudsmanhoz csoportosítanak. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a jövő nemzedékek jogainak, érdekeinek képviselete alapvetően különbözik az alapvető jogok képviseletétől, és a jogok és a jövő nemzedékek érdekei között konfliktusok jelenhetnek meg. És néhány látványos konfliktust leszámítva, ez a biztos mindennapi munkájában is megjelenik, hiszen gyakori hiba lehet, hogy a jelen érdekei, a jelen jogok képviselete miatt a jövő nemzedékek érdekei a biztos munkájában, a jövőben háttérbe fognak szorulni. A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa hivatalának 2008-os létrehozása példaértékű volt a magyar köztársaság történetében, és eddigi működése rendkívül eredményes volt. Bár beszámolóit mind a 2008-9-es periódus, mind a 2010-es év vonatkozásában a Magyar Országgyűlés nem tárgyalta meg, és nem fogadta el, ami hát különös fénybe tünteti fel most a biztos hivatalának megszüntetését, oly módon, hogy azt a működési eredményt, amit ez az intézmény hozott, azt igazából az országgyűlés meg sem vitatta, meg sem tárgyalta, nem is értékelte. A megszüntetés, a hatókör elvonás gyakorlatilag egy visszalépést jelent a környezetvédelmi jogrendszerünkbe, a rendelkezésre álló jogi garanciákhoz képest. Igaz, tény, és ez a vitában elhangzott, hogy önmagában a hatókör elvonás anyagi környezetvédelmi jogot nem érint, ugyanakkor a garanciális elemek drasztikus csökkenése a gyakorlati visszarendeződés esélyét hordozza magában a környezet és természetvédelem területén.
és erre nagyon fontos lenne odafigyelni, ezért is kérjük még itt az utolsó pillanatban, hogy gondolják meg ezt a döntésüket. Abban a dologban, hogy helyettesi biztosi kategória lenne, egyet tudtunk volna érteni, de ennek önálló eljárási joghoz kellett volna kapcsolódnia. Az intézmény megszüntetésével kapcsolatos hitelvesztés és társadalmi rosszallás nyilvánvalóan az önök felelőssége lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Két perces reagálásra következik Siffer András, az LMP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, csatlakozva ahhoz, amit itt előttem Bödecs és Jávor képviselőtársam elmondott, az egyes ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni. Tisztelt Országgyűlés, szeretném jelezni azt, hogy itt önök áprilisban az alaptörvényben a fenntarthatósággal, a jövő nemzedékek érdekeivel kapcsolatban jó néhány fontos mondatot betettek a szövegbe. Január 1-től kifejezetten a biológiai sokféleséget is fogja védeni az alaptörvény, és azt gondolom, hogy továbbra is figyelembe kell venni az Alkotmánybíróságnak a 28/94-es határozatát, amelyik világosan kimondta azt, hogy a természetvédelem jogszabályokkal védett, már elért szintjéből visszalépni nem lehet. Az ombudsman, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa egy jogvédelmi rendszer. Jogvédelmi rendszer annak érdekében, hogy a földet, a termőföldet, a vizet, egyáltalán a természeti erőforrásokat, a kulturális örökséget, mint kulturális erőforrást meg tudjuk őrizni abban a minőségben, ahogy mi kaptuk meg a következő generációk számára. Ha ehhez képest önök kifejezetten az alaptörvényben rendelkeznek a biológiai sokféleség a föld védelméről, akkor meglehetősen aggályos a januárban hatályba lépő alaptörvény szempontjából is, hogy egy nagyon durva visszalépés történik a természet védelmének, a természeti erőforrások védelmének már egyszer elért jogszabályokkal védett szintjéből. Éppen ezért én azt szeretném javasolni, hogy azt az egyes számon előterjesztett zárószavazás előtti módosító javaslatot, ami az ombudsman jövő nemzedékek jogaiért felelős helyettesének önálló eljárási jogosítványokat és a jelenleg hatályos jogokat biztosítja, szavazzák meg egyszerűen annak érdekében, hogy így az ombudsmani törvény megfeleljen a január 1-től hatályos alaptörvény rendelkezéseinek. Köszönöm szépen! Mivel több felszól nem jelentkezett, a vita első szakaszát lezárom, és megnyitom a záróvita második szakaszát az ajánlás 15-től 22-ig terjedő pontjaira. Mivel felszólaló nem jelentkezett, a vita második szakaszát és a záróvita egészét lezárom. Megkérdezem Navracsics Tibor miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra? Igen, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, bár az egész vita alatt ez többször előfordult, ez a probléma is nem tűnik számomra, hogy előrehaladás történne a megértés terén. Attól még, hogy az ombudsmani rendszerben egy ombudsman és annak helyettesei vannak, senki sem fogja a jövő nemzedékek biztonságát és a jövő nemzedékekre való odafigyelést elvenni. Ugyanis nem tiltotta meg senki sem, és ebben a törvényben sem tiltja meg senki, hogy akár az ombudsman, akár a helyettesei ezekkel a kérdésekkel foglalkozzanak. Tekintettel arra, hogy ez nincsen megtiltva, tekintettel arra, hogy a jövőben is el tudják végezni, ezért ezeket a felvetéseket én nem tartom meggyőzőnek, hogyha megengedik. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, most a módosító javaslatokról határozunk. Ennek során nem döntünk az első és második pontokról, mert azokat, ahogyan azt korábban is jeleztem, nem felelnek meg a házszabály rendelkezéseinek. A 15., 16. és 18. pontok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de ezekről a frakciók szavazást kértek. A további módosító javaslatokat az előterjesztő támogatja, így ezekről egy döntéssel határozhatunk. Kérdezem önöket, elfogadják a támogatott módosító javaslatokat az ajánlás 3-tól 14-ig terjedő pontjaira, 17. pontra, valamint a 19-től a 22-ig terjedő pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! Köszönöm, az jót tesz.
Kimondom a határozatot, az országgyűlés 250 igen, 13 nem, 31 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, frakciókérésre még három javaslatról döntenünk el. A 15. pontban Siffer András a 41. paragrafus 3. bekezdésének módosításával azt kezdeményezi, hogy az SMS helyettesekre vonatkozó rendelkezéseihez a helyettesek egyetértése is szükséges legyen. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 61 igen, 238 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elutasította. A 16. pontban Lampert Mónika a 42. paragrafus 3. bekezdésében a munkáltatói jogkört tartalmazó szabályt módosítja. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 61 igen, 240 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elutasította. A 18. pontban Lampert Mónika 42. paragrafus 4. bekezdését a minimális létszámkeretre utaló szabállyal egészíti ki. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 58 igen, 246 nem és 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat 47. és 49. paragrafusának elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, elfogadja-e a T/3585-ös számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 246 igen, 61 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslat minősített többségét igénylő részét elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, elfogadja-e a T/3585-ös számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 246 igen, 61 nem, 0 tartózkodó szavazattal a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a közfoglalkoztatásról szóló törvényről és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés T/3500-as számon, az egységes javaslatot pedig T/3500/59-es számon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Ezekről az Alkotmánygyügyi Bizottság T/3500/64, 67 és 69-es számon ajánlás készített. Tájékoztatom Önöket, hogy az ajánlás 17. és 19. pontjait az előterjesztő visszavonta. Kezdeményezem, hogy a további indítványokat két szakaszban tárgyaljuk meg a következők szerint. Az első szakaszban az általános rendelkezéseket érintő módosító javaslatok szerepelnek az első és második pontok szerint. A második szakaszban pedig az egyes külön törvények módosítását kezdeményező javaslatok megvitatására kerüljön sor, az ajánlás 3-tól 16. terjedő pontjai, a 18. pontja, valamint a második ajánlás, első, második, harmadik és negyedik pontjai továbbá a harmadik ajánlás első pontja szerint. Aki ezzel egyetért, kész felemeléssel jelezze. Köszönöm, megalapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.
Megnyitom a záróvita első szakaszát, a T per 3500 per 64-es szám ajánlás első és második pontjaira. És megadom a szót Szűcs Erikának, az MSZP képviselőjének 6 perces időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az ajánlás egyes pontja az akár támogatható is lenne, hiszen arról szól, hogy a korábbi lehetséges közfoglalkoztatók, az önkormányzatok, a kistérségi társulások, az önkormányzat és állami többségi tulajdonú társaságok, közhasznú feladatkörükben a civilek, egyházak, valamint vállalkozások mellett milyen új szereplőkkel egészülhetnek ki a közfoglalkoztató, mint munkáltató. Nyilvánvalóan valamennyien a javaslat szerint inkább helyi kötődésűek, legyen szó szociális szövetkezetről, vagy vasúti pályafenntartóról, vagy erdőtulajdonosról. És azt gondolom, hogy ez természetes, hiszen a 2009 áprilisában indult jelentős létszámot elérő közfoglalkoztatás gyakorlati tapasztalatai alapján ez egy logikus továbblépés. Azonban olvasva az előterjesztést, az erdőgazdálkodó feladat körében a következő tevékenységekről lehet olvasni. Erdészeti sétautak, turistautak, tanösvények kijelölése, karbantartása, kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása, erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítása. És akkor csodálkozva kérdezem, hogy vajon miért érveltek és érvelnek olyan hevesen az önkormányzati bázisi közfoglalkoztatás ellen, mint értéktelen seprés gelyelbézés ellen. Miért érvelnek úgy, hogy a közösség javára végzett település rendezés az értéktelen, a magántulajdonos erdejében végzett az meg értékteremtő? Szerintem itt azért egészen másról van szó, leginkább arról, hogy valamilyen módon legitimitást kell annak teremteni, hogy a közfoglalkoztatás rendszerében egy nagyon jelentős átalakításra készülnek, mégpedig arra, hogy nem a helyi társadalom és gazdaság segítését szolgálja a közfoglalkoztatás, hanem a kormány propaganda beruházásainak a munkaerő igényét minél olcsóbban tudják előállítani. És a két második szakaszban tárgyalandó két másik módosító is erről szól. Önöknek nem az a fontos, hogy legyen gondozó az idős otthonban, pedagógiai asszisztens az iskolában, dadus az óvodában, karbantartó az önkormányzati intézményekben, hanem az, hogy legyen megfelelő munkaerő, mégpedig a munkanélküliek megrendszabályozásával, azokat táborszerű körülmények között dolgoztatva gépek helyett. Mindenhez állítólag egy 4 milliárd forintos képzési program is tartozik, csak azt nem tudom, hogy mire fogják képezni ezeket az embereket, gondolom a lapátolás technikájára, ami persze nagyon fontos, ezt saját magam tudom, mert igen, meg tud fájdulni az ember dereka, ha nem megfelelően csinálja. És különösen árulkodó, hogy önök a szociális konzultáció keretében föltettek egy kérdést az állampolgároknak, hogy a kormány az vajon hogyan cselekedjen, segélyt adjon az embereknek, vagy pedig segély helyett munkát. Nos, kérem szépen, 2009. január 1-e óta az aktív, munkaképes korú emberek ellátása ezen az elven épül föl, hogy segélyt csak a munkaképtelen vagy nem foglalkoztatható emberek kaphatnak, mindenki másnak munkára készen kell állnia, és a felajánlott munkát el kell fogadnia, amikor dolgozik, munkabért kap, amikor pedig nem, akkor fix összegű pénzbeli ellátást, amit eredetileg grátnak, rendelkezésállási támogatásnak, jelenleg bérpótló juttatásnak, ezután pedig foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak neveznek. De hát akkor hogy is került megint a cipő az asztalra? Mert ez egy sunyi kérdés volt, hiszen a létező valóságot megkérdezték, hogy vajon így cselekedjen a kormány. Hát úgy, hogy erkölcsileg kell legitimálni azt, hogy a helyi társadalom igényeit kielégítő, azt segítő támogatás helyett a kormányzati nagy központi elképzelések támogatására kívánják átcsoportosítani a forrásokat, és így módon szervezik meg az irányítást és a szervezeti rendszert is. Ebből az elképzelésből nem tudunk következtetni egy olyan társadalompolitikai célra, ami az indulásakor a rendszernek kirajzolódott. Amikor mi ezt elindítottuk, akkor azért gondoltuk arra, hogy minden vita ellenére vállaljuk a jelentősebb létszámot elérő közfoglalkoztatást, hogy minden családban mindig legyen legalább egy 8 órás kereső. Ez egy nagyon világos társadalompolitikai cél,
és a szabályozás ezt segítette. Nem véletlenül éppen egyébként fideszes módosító indítványra lett 90 napos egybefüggő foglalkoztatási kötelezettség, minimum 6 órás, de egyébként a gyakorlatban 80%-ban 8 órás foglalkoztatás minimál bérrel. Ez igen, ez a munkabecsületét emelte, mert érdemes volt dolgozni 28.500 forint helyett minimál bérrel. Elnézést, képviselőasszony, kis türelmét kérem. Jelenleg a 3500/64-es számú ajánlás első és második pontjait kell vitatni. Ez mindkét pont, türelmel vártam, hogy mikor tér rá, ez mindkét pont csupán helyesírási hibákat javít. Nézze meg! Tehát feltételezem, hogy a vita második szakaszában érdemi tartalmi módosító javaslatokhoz hozzá tudja fűzni a gondolatait, de sajnálatos módon itt nézze meg csupán, mindkettőben helyesírási hiba javítás van. Úgyhogy... Én az ajánlás a záró vitához című történet egyes pontja. Képviselőasszony, Én kellő türelemmel hallgattam, de ilyen szinten be kell tartanom a házszabályt, tehát javaslom, hogy... Elnök úr, akkor, hogyha ideérünk, akkor még azt az egy percet kérem, amiben befejezem. Természetesen. Köszönöm szépen. Most... A felszólása jelentkezett Gúr Nándor, az MSZP képviselője. Bocsánat, képviselő úr! Kis figyelmet kérek. Ön általában azt szokta jelezni, hogy reagál az előző hozzászólásra, de hadd kérjem önt, hogy most próbáljon az egyes és kettes ajánlási ponthoz szólni, de ha nem a helyesírási hibához, akkor második visszaszakaszban lesz módja megítélésem szerint, de természetesen nem korlátozhatom, megadom a szót, várom a helyesírásra vonatkozó javaslatát. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! A helyesírási hibákat érintően, hogyha azok helyesen vannak átvezetve, akkor csak a támogatásomat élvezheti a történet. Aztán a tartalmi kérdésekre meg visszatérünk. Köszönöm szépen! Köszönöm a konstruktív hozzászólást! Mivel több felszóló nem jelentkezett, a vita első szakaszát lezárom, megnyitom a záróvita második szakaszát az ajánlás 3-tól 16. terjedő pontjaira, a 18. pontjára, valamint a második ajánlás elsőtől 4. terjedő pontjaira, tovább a 3. ajánlás első pontjára. Kérem a felszóló képviselőket, hogy ne csupán jelezzék, hogy melyik ponthoz szólnak hozzá, hanem tartalmilag is ahhoz igyekezzenek hozzászólni, és így megadom a szót Szűcs Erikának, az MSZP képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal szeretném egyébként befejezni, hogy a támogatható javaslat értékét lerontja, hogy az eredeti javaslatban a munka becsületének a helyreállítása, meg a munkabérből történő tisztességes megélhetés jelszava alatt a közfoglalkoztatási bért a minimálbér 40-60%-ára állítják be, amit, hogyha utána számolnak, a bruttó 31.200 és 46.800 forint helyett a foglalkoztatást helyettesítő támogatással közel azonos, vagy annál kisebb bérről van szó 8 órás munkában, az önök által tervezett 4 óra pedig 15.000 és 23.000 forintos munkabért jelent, miközben a 28.500 forint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, kivéve, ha önök ezt jövőre meg akarják felezni, de az egy teljesen új helyzet, ez is előfordulhat, de a szociális rendszer alapját képező nyugdíj minimum megfelezéséről van akkor szó, aminek messze menő hatásai vannak. Ezért úgy gondoljuk, hogy a támogatható javaslatnak az erejét és vonzerejét igencsak lerontja az, hogy mindez egy teljesen más logikájú és szerintünk elérni kívánt társadalmi és gazdasági célt nem szolgáló közfoglalkoztatási rendszer kialakítását szolgálják, ezért azt nem tudjuk támogatni, és kérem, ne szavazzák meg. Köszönöm szépen! A következő felszólaló Gúr Nándor, az MSZP képviselője. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr!
4:11 múlt 3 perccel ígérem, hogy nem használom ki azt a 6 percet, ami rendelkezésemre áll. Nem használom ki 5 és felett sem. 2 percben el fogom mondani mindazt, amit fontosnak tartok. Kettő darab dolgot említenék meg. Az egyik az, ami a 2-3-as ponthoz kapcsolódó, tehát hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos, munkával kapcsolatos bér mértéke hogyan viszonyul azokhoz a tételekhez, amelyek bizonyos passzív ellátások kapcsán érhetők utol. Miniszterelnök úr többször mondta, és egyetértek vele abban, hogy a munka világát kell erősíteni. Ez a viszonyulás viszont pont ellentétes ezzel. Pont ellentétes, mert olyan rendszer felépítésére került sor, és jó lenne majd újra számolni és szükségszerű módon korrigálni, hogy nincs kellő motiváció a tekintetben, hogy a foglalkoztatás irányába mozduljanak el az emberek, mert még a mai rendszer keretei között is adott esetben többet kapnak passzív ellátási forma keretei között, mint amit mondjuk egy 4 órás közfoglalkoztatásban szakmunkás képesítéssel végzett munkatevékenység kapcsán. Ez az egyik dolog, amit elengedhetetlenül fontosnak tartottam megemlíteni. A másik pedig az, hogy az álláskeresési járadék megszerzésének a lehetősége az úgy áll fenn,